Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk minden héten, kedden és szombaton. A mai elkövetőnk Sean Vincent Gillis lesz. Így néz ki ő. Így néz ki. Sean Vincent Gillis, aki 1962. június 24-én született. És akkor jön a gyerekkora. Az édesapja egy borzalmas ember volt, Normannek hívták, és mentálisan beteg volt. És amit tudunk róla, hogy kínoszta a fiát is, és kínoszta a volt feleségét is, vagy akkoriban még feleségét. Többször került zárt osztályra azért, ahogy bánt velük, többek között azért, mert volt olyan, hogy a 6 éves fiának a fejéhez fegyvert fogott, és avval fenyegette, hogy megöli. Tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen károkat okoz az, hogyha úgy nősz fel, hogy az elsődleges gondozód, akinek szeretnie, védenie és oltalmaznia kéne téged, fegyvert fog a fejedhez, és azt mondja, hogy te nem érsz neki semmit, hallj meg. El tudjuk képzelni, hogy ez milyen károkat okoz. Na és akkor végül az apja meg az anyja külön mentek, és akkor az édesanyja és a nagyszülők, az anyai nagyszülők voltak azok, akik a fő nevelők voltak velük. Egyébként azt írják, hogy jó kapcsolatot ápolt, és hogy ott minden rendben volt. Aztán egy katolikus általános iskolába járt. Azért azt is megemlítik több helyen, hogy az édesanyjának azért anyagilag nehézséget okozott az, hogy egyedül nevelje őt fel. Én azt abszolút elhiszem, szerintem minden egyedülálló anya és apuka egy hős, mert baromi nehéz egyedül gyermeket nevelni, mind anyagilag, mind érzelmileg, mind mindenhogyan, úgyhogy minden elismerésem az ilyen szülőknek. Aztán utána a gimnáziumban lett 2 barátja, akikkel ilyen sátánista dolgok iránt érdeklődtek, és ilyen rituálékat néztek, meg tanulmányoztak, de egyébként egy katolikus gimnáziumban is járt, szóval az a helyzet, hogy ez egy ilyen lázadásba beleférő dolognak is tűnhet kívülről. Megemlítik még, hogy szívott marihuánás cigarettát is tini korában, ez is szerintem azt gondolom, hogy a lázadó korszakban ez még a belefér kategória. És aztán még ilyen kisebb balhékba keveredett, de semmi olyan nagyon jelentősben nem, hogy aztán börtönbe kerüljen, vagy hasonló. 17 éves, amikor újra találkozik az édesapjával, ami egy nagyon érdekes találkozás lett, egész jól kijönnek onnantól kezdve, és fenntartanak egy kapcsolatot, de az édesapjánál talál meztelen férfiakról képeket, nem is keveset, viszonylag sokat, ilyen pornográf képeket, és hogy akkor derül ki számára, hogy az édesapja valójában homoszexuális volt. Ez egyébként nem rontja meg az ő kapcsolatukat, de hogy mindenféleképpen azért egy ilyen érdekes adalékanyag a történethez. Illetve azért azt is hozzátenném, hogy a gyerekekre még ha 17 évesek is, nem tartozik a mi szexuális életünk, jó? Tehát, hogy nem feltétlenül jó a gyerekeddel megosztani a szexuális életednek bármely részét, még akkor is, hogyha 17 éves. Ha kérdez valamit a szexualitással kapcsolatban, akkor érdemes vele beszélgetni erről, de részletekbe menően meg képeket mutatva, meg videókat mutatni, légy cíne. Jó? Tehát, hogy az, higgyétek el, hogy az mindenféleképpen káros hatással van. Ilyet nem csinálunk, nem mutogatunk ilyet a 17 éves gyerekünknek. Jó? Tehát, légy cíne. Na és aztán, miután elvégezte a gimnáziumot, elhelyezkedik egy ilyen üzletláncnál, ez a 7-11 üzletház, ez az Amerikai Egyesült Államokban egy nagy üzletház, kicsit olyan, mint egy Tesco, vagy mint, tehát ugye egy ilyen nagy üzletláncot képzeljétek el. És az a helyzet, hogy ott dolgozik, egyáltalán nem szereti a munkáját, viszont van hozzáférés a számítógépekhez, és a legfontosabb elfoglaltság, amit egyébként a munkahelyén is csinál, a pornográf tartalmak nézése. De hogy erre nagyon ráfügg, tehát tényleg függőjévé válik a pornográf tartalmaknak, ez egy létező függőség, tehát hogy ez abszolút nincs jó hatással egyébként a férfiakra sem, és a nőkre sem, hogyha a szexualitásuk, meg egyáltalán függőségük fő tárgya a pornó lesz. Tehát, hogy annak vannak igen csak torzító hatásai, és utána ráadásul Sean elkezd olyan pornográf tartalmakat fogyasztani, hát amiket így a dark webben lehet találni. Többek között például megerőszakolás,
Például olyan, amiben úgy tűnik, mintha már halott nőtvel erőszakoskodnának, mintha darabolnának azokon valakit, szóval, hogy halálig való kínzás, tehát, hogy akkor elmegy egy ilyen irányba, és ezeket nézi naponta több órán keresztül. Tehát el tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatással van mentálisan és egyetem milyen, minden szempontból rá. Aztán későbbiekben kitalálja azt, hogy ő neki kéne egy olyan munkát szereznie, ami nem jár ennyi feladattal, hanem hogy lehetne egy számítógép előtt ülni, mert akkor annyi pornót nézhetne, amennyit csak akar napközben, úgyhogy felvételizik egy főiskolára, ahova egyébként be is jut, és elkezdi csinálni, és sose fogja elvégezni, de elkezdi legalábbis. Aztán a következő nagy életeseménye, ami történik, az az, hogy az édesanyja kap egy munkát, és bár megpróbálja Sean-t rábeszélni arra, hogy jöjjön bele, Sean nem akar vele menni, úgyhogy az édesanyja egyedül elköltözik, ott hagyja Sean-t, de akkor már felnőtt, tehát, hogy, vagy legalábbis nagykorú, és hát ez Sean-t nagyon megviseli, tehát, hogy így a szomszédok látják, hogy így kimegy üvölteni a kertbe, így az égnek, és szidja az anyját, hogy őt magára hagyta, egyébként az anyja fizeti a számláit, és fizeti a lakását, és fizet mindent, tehát, hogy azért annyira nem hagyta legalábbis pénzügyileg magára, de minden esetre érdekes, hogy őt ez ennyire megviseli. Szóval ez 92-ben történik, és akkor utána 92-ben már rajta kapják azon, hogy így leskelődik a szomszédnők után. Mindig azt mondja, hogy a macskáját keresi, de nem, hanem próbál kukkolni, próbál megfigyelni nőket ott a szomszédba. És hát egy végtelenül kellemetlen szomszéd, aki nagyon furán viselkedik, aki néha üvöltözik, néha elgurul a gyógyszere, tehát tényleg egy olyan, akitől úgy legszívesebben mindenki megszabadulna, és rengeteg bejelentkezés is érkezik a rendőrségre, amikor éppen úgy viselkedik, ahogy nem kéne, de semmi olyat nem csinál, hogy le tudják tartóztatni. Egyszer van valami közúti kihágása is, de hogy így nagyjából ennyi. 94-ben megismerkedik egy hölgyel, aki Terry Lemoninak hívnak. Terryről azt kell tudni, hogy az első randiukon valamin összevesznek. Az már érdekelne, hogy egy első randi mind lehet olyan nagyon összeveszni, de oké, szóval az első randiukon nagyon összevesznek, és annyira, hogy Sean fogja és pofon üti Terryt. De úgy Isten igazán, olyan izomból. És utána persze bocsánatot kér tőle, és elkezdi mondani, hogy soha többet nem fogja megütni, és hogy ő egyébként nem ilyen ember, és sose csinál ilyet. Jó? Tehát, hogy most szeretném javasolni mindenkinek. Legyen az nő vagy férfi. Hogyha téged az első randin pofon üt valaki, akkor hátat fordítasz, és elmész a másik irányba. Soha többet nem állsz avval az emberrel szóba. Mindenhonnan törlés, tiltás. Nem. Kész. Tehát, hogy ez nem az, hogy véletlen, meg jaj szegény, meg feszült. Nem. Jó? Nem. Ahonnan bántanak, onnan el kell menni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szabály, amit nagyon jó lenne, hogyha sokan megtanulnának, és mindenki magára vonatkoztatva érvényesnek tekinteni ebbe az életbe. Akár érzelmileg, akár fizikálisan. Ahonnan bántanak, onnan el kell menni. Légy szíves, kérlek, ne maradjál benne olyan kapcsolatba, ahol téged bántanak, ne menjél bele olyan kapcsolatba, ahol az az ember bántalmazó, akár érzelmileg, vagy akár fizikálisan. Tudom, hogy könnyű ezt mondani, és tudom, hogy nagyon nehéz megcsinálni, de kérlek, próbálj meg már. Ne belemenni ilyenbe. Mert Terry ezt az első igazi nagy-nagy-nagy piros zászlót nem vette komolyan. Annak kellett volna vennie. Aztán későbbiekben nincs feljegyzés arról, hogy Terryt bántalmaztál, vagy nem. Nekem nagyon-nagyon furcsa lenne, hogyha ez lett volna az első és utolsó pofon. Én ezt nem veszem be, hogy ez volt az első és utolsó pofon az ő kapcsolatukban, de legalábbis nincsen feljegyzés arról, hogy történt volna másik. Na de ennek örömére ugyanebben az évben, 94. március 21-én fogja megölni az első áldozatát. Méghozzá az akkor 81 éves Anne Bryant, aki nyitva hagyja az ápolónőjének az ajtót, hogy be tudjon jönni, fog bemenni hozzá, megpróbálja megerőszakolni, de elkezd sikoltozni a néni, és ezért fogja és halálra fogja szurkálni. És utána fogja megerőszakolni. 81 éves, szóval...
Aztán a következő évben, 95-ben összeköltöznek Terrivel, és ekkor ő még hagy egy nagy szünetet. Tehát megöli ezt a nénit 94-ben, és utána hagy ő egy nagy kihagyást, egy nagy szünetet, amikor együtt él Terrivel. Aki egyébként egyre több ilyen red flaget, piros zászlót lát. Tehát, hogy rájön erre a pornófüggésre, sőt, Sean mutat neki halott nőkről fényképet. Miért? Tehát, hogy Léci, ha valakit halott nőkről mutogat neked fényképeket, tegyél fel már kérdéseket, hogy így jól vagy, mi újság, hogy szól el az egészséged, meg ilyen, jó, tehát, hogy ezeket komolyan kell venni. És ezt azért mondom, mert tudom, hogy elviccelődöm, de egyébként azért mondom, mert hogy az emberek megmutatják az arcukat. Főleg egy együttélésben, főleg egy párkapcsolatban. Van is egy ilyen, hogy 3 vagy 4 hónapig tudnak maszkot az emberek viselni, és aztán kibukik, aztán megmutatják, hogy ők kicsodák valójában. És ezekre figyelni kell, és ezeket komolyan kell venni, és nem szabad így elhessegetni ezeket a gondolatokat, hogy hát biztos ez csak ilyen érdekesség, vagy csak hülyeség, vagy csak azért érdeklik a boncolós videók, mert ilyen kis kíváncsi term. Nem. 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 Jó? Ezeket mindig komolyan veszük. És aztán eltelik 5 év, tehát nagyon-nagyon sok idő telik el, amikor is 99. január 4-én fogja megölni a következő áldozatát. Catherine Holt először megpróbálja megfojtani egy ilyen gyors kötözővel, ami nem sikerül neki, úgyhogy végül őt is halálra szurkálja és megerőszakolja. Levetközteti a holttestét, feldarabolja, és élvezkedik ezen ott egy sort. Aztán ezt követően 4 hónapra rá, ugye kihagy 5 évet, és aztán 4 hónapra rá lát egy nőt, aki éppen így fut, sportol, kiszúrja őt az utcán, és elkezdi őt követni, megfigyelni, és ő lesz a következő áldozata. Hardy Smithnek hívják őt egyébként, és 3 héttel az első meglátása után fogja őt aztán elkapni, megkötözni, aztán ezzel a gyors kötözővel, de már nem ezzel folytja meg őket, hanem a gyors kötözőt használja megkötözésre, és utána halálra késeli, és utána fogja megerőszakolni. Aztán utána a holttestét berakja az autójába, ahol 2 napig tárolja a holttestét, és utána fogja egy autópálya szélén kidobni. A következő áldozata szintén ebben az évben, 99-ben, november 12-én lesz. Joyce Williams, akit hazavisz, ő egy prostituált egyébként, hazaviszi, megkötözi, halálra késeli, megerőszakolja, és aztán kannibalizmust követel. Csodás, csodás. Egyre durvul, ugye érezzük? Egyre durvul. Aztán kidobja a holttestét egy ilyen elhagyatottabb részen, és januárban fogják megtalálni, 2000 januárjában fogják megtalálni a testét. És aztán 2000 és 2003 között megöl még 3 embert. De nagyon-nagyon sokáig nem fognak rájönni, hogy ő az sorozatgyilkos, mert hogy ebben az időben ugyanezen a környéken munkálkodik egy másik sorozatgyilkos, méghozzá Derek Todd Lee. És picit hasonló az elkövetési mód, de nem annyira egyébként, és ezért nagyon sokáig azt hiszik, hogy ezek az áldozatok is Derekhez tartoznak. És ez a szerencséje Sean-nak, hogy nem kezdik el különkezelni ezeket az ügyeket. És aztán később fog rájönni egy rendőr arra, hogy ez egy másik sorozatgyilkos, és akkor már elkezdenek egy másik ember után nyomozni, mert hogy eddig összemosták ezeket az ügyeket, és egyként kezelték. És ezért tudta ilyen sokáig megúszni, és ezért tudott ilyen sokáig a radar alatt ő elmenni, hiába a 2000-es évekről beszélünk, mert hogy félrement egy picit a nyomozás. Na és a következő, egybe utolsó áldozata, a 8. áldozata lesz egyébként, az akkor 43 éves Donna Johnston, akit február 26-án fog 2004-ben megölni. Ugyanezzel a módszerrel öli meg, aztán 45 darab fényképet készít a testéről, és elviszi egy helyre, ahol pózba állítja őt.
És ez nagyon fontos lesz később, hogy pózba állítja meg a fényképek, mert hogy ezek bizonyítékok lesznek. Ne, és hogy ekkor tartott a nyomozást, hogy elkezdenek azon gondolkodni, pont emiatt a pózba állítás miatt, hogy mi van, hogyha ezeket nem is Lee követte el, ezeket a gyilkosságokat, vagy ezt legalábbis nem. És emiatt az utolsó 8. áldozat miatt kezdenek el egy másik nyomozást indítani, és DNS-t keresni rajta, és megtalálják a DNS-ét. Méghozzá Donnának a hajában meg fogják találni a DNS-t, és rájönnek arra, hogy ez az ügy nem csatolható Lee-hez. Maga az elkövetési mód miatt sem, és hogy a DNS sem ugyanaz. És hogy ami nagy mázlia lesz egyébként a rendőröknek, hogy látják Sean-nak az autóját a környéken, ahol kidobta, ugye, vagy így beállítgatta a pózba a szegény Donnának a holttestét, és leszűrik ezeket az autókat, autótulajokat, és mindenkit megkeresnek, és mindenkitől vesznek DNS-t. És hát Sean is a DNS-t, és azonnal kiderül, hogy ő neki a DNS-et található meg Donnának a hajába, és akkor áprilisban azonnal le is tartóztatja a rendőrség. Amikor megtalálják őt, otthon van Terrivel, ugye, és Terrytől ott a helyszínen bocsánatot kér, hogy sajnálja, hogy amiket tett. Szuper, nagyon örülünk neki, nem tudni, hogy Terry mit válaszolt rá, engem érdekelne magam részéről. Találtak a lakásba a számítógépen egy külön mappát, DTL monogrammal, ugye a Lee nevezetű sorozatgyilkosnak ez a monogramja, és hogy abba tárolt mindenféle ügyet, mert hogy kvázi így a fejébe ő versenyzett vele, és hogy nem akarta, hogy ő neki több áldozata legyen, vagy ügyesebb legyen, meg hát ugye tudta azt, hogy egy kicsit összemossák az ügyeiket, és hogy ezért nagyon figyelte ezt az ügyet. Egyébként tanúvallomást tett, tehát elmondta, nem nagyon tagadott. Először 3 nőnek a meggyilkolásáért, majd aztán még 2 nőnek a meggyilkolásáért tudták őt elítélni, mert arra volt elegendő bizonyíték, tehát 8-ból 5 nőnek a gyilkosságáért ítélték el végül. 2008. július 21-én záródott le véglegesen a tárgyalása, mindegyik áldozatáért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, a szabadulás lehetősége nélkül. Nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy ők már akkor halottak voltak a szememben, amikor találkoztam velük. Tehát, hogy ilyen tényleg ilyen halottnak tekintette őket. Nem is élőknek, nem is embereknek. Úgyhogy, hát ezért mutatok róla még Sean-ról egy képet, ami ilyen bolzasztó bizalomgerjesztő, nem? Tehát, hogy ilyen, azonnal jól érezzük magunkat, így ránézünk erre a képre, és érezzük, hogy kedves fiatalemben. Úgyhogy hát ő azóta is börtönben ül, hála az égnek, nem is fogják soha kiengedni. Egyébként a 8 áldozatából a legtöbbje a 20-as évei vége fele járt, és a többség az prostituált volt, nyilván nem mindenki, tehát a 81 éves néni, meg akit futás közben nézett ki magának, ők nem voltak prostituáltak, de hogy voltak köztük prostituáltak szép száma, mert ugye őket könnyebben tudta levadászni valószínűleg azért, hogy Terry, tudott-e a dolgokról, vagy nem? Az mindig egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg tudott róla, vagy legalábbis sejtette, vagy legalábbis gyanús volt, csak így félrenézett. Nagyon sokszor néznek félre az emberek, és szerintem Terry is ezek közé tartozott, hogyha konkrétan nem is tudta, azért voltak jelek, voltak dolgok, és ő direkt félrenézett. Mert nem akarta tudomásul venni azt, hogy ő milyen embert is szeret. Úgyhogy, hát ez volt Sean-nak a története. Szerintem azért nagyon különleges ez az ügy, mert hogy 2 sorozatgyilkos van párhuzamosan, és hogy mennyi ideig összekeverik, hogy vajon ki lehet az elkövető, hogy emiatt mennyi ideig megúszta. Úgyhogy 8 áldozata volt végül. Egyébként a fele színesbőrű volt, a fele pedig nem, tehát hogy nem annyira válogatott, de kimondottan csak és kizárólag nőket ölt meg. Aztán később végeztek nála vizsgálatot, hogy milyen pszichés elváltozásai lehetnek, annak az eredményét nem közölték. Sokan azt mondják, hogy szerintük gyanús, hogy skizofréniája volt. Én nem tudom, nekem gyanús, hogy nem.
De hát nyilván valamilyen pszichopátia személyiségzavarjának, vagy valaminek kellett lennie ahhoz, hogy ilyen dolgokat csináljon, de ez nem került nyilvánosságra, hogy mi lett ennek az eredménye. Remélem érdekesnek találtátok ezt az ügyet, vigyázzatok magatokra, legyen nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!